Több száz diák és szülő tiltakozott hétfő reggel a budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium előtt, ahonnan a múlt hétvégén több tanárt is kirúgtak, mert részt vettek a polgári engedetlenségi akciókban. Közben kiderült, már több mint 200 iskolából csatlakoztak a szerdai sztrájkhoz. A stúdióban Törlei Katalin. A Tanítanék mozgalom egyik alapítója és hát a Kölcsey gimnázium tanára vagy volt tanára? Jó estét! Jó estét kívánok! Egyelőre tanára, mert nem kaptam meg még hivatalos formában az értesítést az elbocsátásomról. Ez azért van, mert postán küldik? Igen. Igen, és ma én vártam nagyon a postát, hogy kiderüljön tényleg feketén-fehéren, hogy mi van abban a borítékban, amit nekem személyesen át akartak adni, de ma még nem jött meg. Tanított ma ezek szerint? Igen. És így ezek szerint holnap is fogok. Hát hiszem, ma még nem érkezett. Igen. Tehát ma meg holnap még tanít. Milyen a hangulat abban az iskolában, ahol a diákok egy része most már azt is tudja, hogy az érettségire felkészítő tanárait is elvesztette, vagy közülük néhányat? Drámai a hangulat a diákok körében is, tanárok körében is. Tehát ez most egy traumatizált közösség, azt egészen biztosan állíthatom. A kollégáim is teljesen feldúltak, keresik a megoldásokat, keresik a közös fellépésnek a lehetőségét, és hát a diákok azok meg egyszerre elkeseredettek, tettvágyjal teliek, és hát még nem mindenki tudja közülük se, hogy pontosan hogy fog ez a dolog az elkövetkező napokban, hetekben alakulni. Született ma tegnap és ma egy petíció, amit nagyon sokan aláírtak, és végül is el is jutott a belügyminisztériumba, még ha a belügyminiszterhez nem is, mert azt láttuk itt a híradóban is lehetett látni, hogy egészen az ügyfélszolgálatig sikerült a szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak ezzel a petícióval jutni. De az egy nagyon furcsa fordulata ennek a történetnek, hogy idáig a szülők, és ez többször téma volt akár köztünk is, de mondjuk a pedagógus szakszervezetek vezetőivel is, javarészt csendben voltak, most nem. Most a szülők is megjelentek. Igen, eddig sem voltak mindig és minden pillanatban csendben, de nem volt egységes, ha tetszik, a fellépésük. Most ebben a konkrét esetben nem csak szülői szervezetek, hanem kifejezetten a Kölcsey gimnáziumba járó gyerekeknek a szülői közössége az nagyon egységesen állt ki mellettünk, és hát a gyerekeikért, tehát hogy itt elsősorban arról van szó, hogy a gyerekeikkel mi lesz, hogy megkapják-e azt az oktatást azoktól a tanároktól, akiktől ez ideális lenne. Hát ugye most, ha valóban igaz, hogy engem is elbocsájtottak, akkor öt tanár elvesztéséről van szó. Mindannyiunknak van, azt hiszem, érettségiző csoportunk, és hát más évfolyamokon is elég fontos munkát végzünk. Októberben nagyon-nagyon nehéz új tanerőket találni ebben a tanárhiányos időben. Úgyhogy nyilvánvalóan kényszer megoldásokra fog kényszerülni az iskola. Van itt előttem egy papír, országos szolidaritásra szólítanak fel civilek, és a szimpátia sztrájk hirdetését kérik a szakszervezetektől, és egy nagyon hosszú lista van már emögött, a követelés mögött, különféle civil és nem civil szervezetektől. Tehát minthogyha most itt valamit egy kicsit elmértek volna a döntéshozók. Nekem erről az az érzésem, mert hogy azért ennyi civil szervezet és nem civil szervezet ritkán áll egy ügy mellé. Voltak már ilyen ügyek, de most valóban azt gondolom, hogy egy olyan határátlépés történt, amire valójában nem számított senki, amikor mérlegelte azt, hogy milyen helyzetben, milyen kontextusban, milyen tiltakozási formát választunk. Tehát egy olyan országban, ahol a tanároknak több mint 10%-a hiányzik a rendszerből, pár órányi, napnyi tiltakozásért, még ha az törvénytelen is, tehát valóban ezt elismerjük, aki polgári engedetlen, az törvényt, szabályt szeg. Ezért azonnali felmondással büntetni az ebben résztvevőket, mondom, egy ilyen környezetben, ez tényleg abszurdumnak tűnik,
és mégis megtörtént. Mit vártak? Azt gondolom, hogy ez egy ilyen üzenet különben az összes többi tiltakozó tanárnak. Nyilván ez a lényege a dolognak, tehát ez a most van elegünk, majd most megmutatjuk, hogy itt a vége. De önök pedig mit vártak? Azt remélték, hogy ha mondjuk a fizetést nem is fogják felemelni, mert nincs pénz, de legalább valakivel tudnak tárgyalni? Egyrészt azt gondolom, hogy van pénz. Ez a kormányzat érve, hogy nincs pénz fizetést emelni, nem tudunk, akkor tehát és legalább beszéljünk. A követeléseink között abszolút benne volt egyrészt a sztrájkjognak a helyreállítása, ahhoz nem kell pénz, ahhoz át kell írni a törvényt. Illetve a transzparens és érdemi tárgyalások megkezdése az oktatás szereplőivel. Ezek ott voltak mind. Ezekből mind semmi nem valósult meg, hanem egy ilyen nagyon agresszív és erőszakos lépéshez fordult a kormányzat, mert ne legyenek illúzióink, ez nem az adott tankerületnek a döntése volt, hanem nyilvánvalóan minisztériumi vagy kormányzati döntés. Én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy itt túllőttek a célon, vagy a kívánt célon, nagyon erőteljes reakciókat váltottak ki, nem csak az érintett közösségből, hanem mindazokból, akik valamennyire is figyelnek az oktatásügyre. Hogy tudott ma órát tartani? Rendes órák voltak ezek, vagy diákokkal kellett beszélgetni a közéletről? Eleve nagyon nehéz lett volna ma rendes órát tartanom, mert egy nulladikos dupla órám volt, ahol kis csoportban szoktam dolgozni a gyerekekkel, de a másik két kolléganőm éppen külföldön tartózkodik, ezért az egész osztályt összevontam, tehát ez önmagában szokatlan. Ráadásul, bár nem vagyok ebben sem biztos, de azt gondoltam, hogy esetleg ez lesz az utolsó órán velük, úgyhogy erre mérten speciális órákat tartottam nekik. Egyrészt elmagyaráztam a helyzetet, másrészt pedig hát ez ilyen érzelmi dolog. Na, szóval, hogy én mindig meg szoktam tanítani az összes franciás diáknak a francia karácsonyi dalokat, azt én szoktam csinálni, van ilyen közös éneklésünk, és akkor megtanítottam nekik most a karácsonyi dalokat, mert azt gondoltam, hogy ezt én tudom megcsinálni. De mivel holnap is be fogok hozzájuk menni, ezért holnap rendes órát fogok tartani. Szerdán ott lesz a tüntetésen? Persze, hogy ott leszek a tüntetésen. Ugye szerdán most még nem tudom ebből a pillanatból, hogy még állásban leszek-e, tehát, hogy be kell mennem az iskolába. Ha be kell mennem az iskolába, akkor polgári engedetlen leszek. És utána este hát bejelentője és főszervezője vagyok az esti tüntetésnek, úgyhogy nyilván dolgom is, hogy ott legyek, fel is fogok szólalni, és hát igen, részt veszek ezekben a tiltakozásokban. Minden jót a tanároknak, a diákoknak és a szülőknek, az oktatásnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.